Hát mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, folytatjuk a kalandunkat innen Hajdúszoboszlóról. Na most ugye Hortobágy Eurocity, amit még tudni kell róla, hogy ugye ez a vonat az, ami nem csak a IC-s megállásban áll meg, tehát nem csak Ladány és Szolnok, hanem ugye Ladánytól majd meg fogunk állni Karcag, azt hiszem Kisújszállás és Törökszent Miklós, ugye? Szajolon nem, Törökszent Miklós, igen. És utána Szolnok. De rengeteg időnk van, ezt be is gyorsítjuk, csak mindig elfelejtem, melyikkel kell, ezzel. Mert ugye hamarabb érkeztünk meg, szerintem ez itt nagyon el volt számolva, vagy tudatosan rá van itt várva, nem tudom, tényleg nem tudom. De nagyon, nagyon kényelmesen érkeztünk meg ide. Így van, nagy szeretettel köszöntjük. Na, és mindjárt let's go do it. Most egy kis 40-nel indulunk. És hát szépen fokozatosan világosodik itt a történet. Közben természetesen Argus Sherry. Nincs kedve az Argusnak támogatni a műsor? Gyerekek. Tényleg ebbe a melegbe. Az alkoholt azért nem kívánja az ember. Én, nekem nincs bajom az alkohollal. De kicsapja ilyen melegbe az embert. Én akkor pont jól esik a alkoholmentes, hideg, nekem a szénsav kell, és ilyen gyümölcsös, nagyon finom, nagyon finom. Nagyon finom. Na. Ladány, Ladány, Püspök Ladány. Ismertek ezt a számot? Én se, most találtam ki. Jöjjünk már a 40-re, úgy jutok 40-nel menni. Lehervasztja az ember kedvét. Hát 20. Na mondjuk az, annyival nem fogunk, mert volt egy 80-as előjelzőnk, szóval langsam bitte. Vielen Dank für die Auskunft. És akkor let's go do it, hogy minden nyelvet használjunk. Hát egy 80-ra feltöljük, mert úgyis mindjárt 80, tehát nagyon nem tudunk lendületet kapni. Buonasera. Buonasera, signorina. Ezt is felétek? Nagyon nagy szám. Olaszban hallottam, azóta ezt nyomatom rendszerint. Na, a büdös árkon átmegyünk, nem tudom milyen patak volt itt. Ladány, Ladány. Püspök Ladány. Na jó, vegyük komolyan a munkánkat. Most igazából 80-as a pálya. Lesz egy 120-as, de hát utána meg rögtön 60. És hogy himbálózik? Hát egy 80-as a pálya, 75-en megyünk, de himbálózunk a pályán, mint valami rossz ribanc. Itt kintről nem látszik, de mondjuk, de itt bentről nagyon. Itt nagyon látszik. Na mindegy. Ugye hát, aki ismeri ezt a vonatot a valóságban, most nem fogunk fel 120-ra felizélni, mert 60-as jön, elég lesz arra lelassítani. Szóval, aki ismeri ezt a
járatot valóságban, az pontosan tudja, hogy szerintem ez még az életében nem közlekedett le időbe. Egyébként pont amikor felveszem ezt, tessék, ez melyik nap? 7. ó 18, 21, 19 van, most is ránéztem erre a reggeli hortobágyra. Megnézem, hogy mennyivel ment be, de láttam, hogy késett, közben fékezzik le 60-ra. Hát kérlek, tisztelettel a keletibe, hát na, ez egy jó nap volt a vonal, vagy a vonatnak az életében, csak 12 percet késett, tessék. Az még tényleg langzám. Ja, a híd 60-as, aha. Most erre a hídra őszinte leszek, a valóságon nem is emlékszem. De ennél jóval nagyobb késések szoktak lenni amúgy a vonalon. Szóval, vagy hát nem a vonalon, hanem hogy, hát a vonalon is, de jellemzően a hortobágy életében. Én nem nagyon szoktam menetrend szerinti vonatnak tekinteni és erre hajazni bármilyen programom kapcsán, az biztos. És már megint lesz egy 60. Meg őzek. Jó, ezek a 60-as lassú jelek, ezek megőrítenek amúgy. Ne, és nem tudom jól, még mindig nem éreztem rá, hogy tudnám tényleg 60-ra bevenni. Mert nem vészfékezek, valakért, hogy vészfékezek, abszolút nem vészfékezek. De lehet, hogy igaza van. A franc se tudja. Nem tudom, hogy ez vészféke, hát ez nem vészfék, amit nyomok. De örülök neki, hogy lesz egy 80-as. De örülök neki. És megint ilyen, imádom ezeket a 200 méterre van egy lassú jel, érted? 200 méter. Legszívesebb áthasítanám ezek. Kit érdekel a 80? De ne pördülj már ki, és amúgy valaki írta, hogy hat a homokoló, a lótüdőt hat. Elmondom nektek, semmit nem használ. A homokoló haszontalan szarság. Homokolgathatok itt. Nézd. Tessék, homokolgatok, akkor is kipördül a kerék, úgyhogy semmit nem használ.
Jó, a 80-as, a 80-as lassú jel legalább 80-as. 60-ra sokkal nehezebb visszafékezni. Arra nem emlékszem, ladány és izé között hajdúszoboszló mi van? Ebes? Meg Nádudvar? Vagy nem tudom. Valami két állomás eszem van. Mondjuk még egyiken sem mentünk át, úgyhogy nem tudom, de... Ugye jön a 80. Mi van, esik az eső? Mármint nem a játékba, bocs, a valóságba. Kaba. Fú, tényleg elszor a vágány, itt nézd meg, hogy izélünk, hogy ringatózunk. Ja, esik az eső. A kollega. Hát nem gondolom, hogy itt ladányba késéssel fogunk érkezni. Megint csak egészen jól hoztuk a kötelezőt, szerintem. Eddig legalábbis. Ne kiabáljuk el, igazatok is van. Már megint lesz majd egy 60. De ahogy látom elég hosszú, mert annak nem látom a feloldóját még innen. Hoppá, hoppá. Mindjárt szakasz határ is jön, ahogy látom. Takarodjatok már!
Na, jaj! Ezt becumiztuk. Igen, és ezt soha nem tudom, hogy hogy kell helyrehozni. Jó, hogy ne vesszünk időt, ezt most megnézem, mert valaki megírta. Ezt most becumiztuk. Ilyenkor ugye leáll a gép, mert hogy meghaladtam annyival, amennyivel nem szabadott volna, és van valami betű kombináció, és valaki meg is írta. De melyikbe? Most mindjárt megnézzük. Nem tudom, srácok. Jaj, ez viszont agyvérzés, mikor így leáll a gép, és gőzöm nincs, hogy mi a halállal kell. És ilyenkor hiába engedem ki, tudom, hiába oldom ki, valamit nyomni kéne. Y-t. Ez az. Fú, te. Gyerekek. Pedig annyira figyeltem, hogy 60 jön, de annyira nem éreztem, hogy... Áh. Nem éreztem. Nem éreztem az időbeli fékezést, az az igazság. Na jó, mindegy. Igen, hát így már nem biztos, így, hogy 60-as itt a pálya, 4 kilométeren keresztül van egy vörös jelzőnk. Egy közben jó öreg gigant. Pont ma mondtam egy videóban, hogy régen a gigantok nem vittek nagyon. És hát egy időben nem vittek személyvonatokat. A tehervonatok élén voltak megfigyelhetőek. Micsoda forgalom van itt térközre, rá már megy is a szili. Két kocsival, az valami személyszutyok lehet.
Hát és ez már ladány. 120-ra engedett minket, hiába lögyből minket, mint a rossz ribancot. De mindegy, nem kell rohannunk, mert bőven van időnk. 54-re fogunk megérkezni, vagy 55 környékén, és bőségesen ráérünk. Hát igen, ezt nagyon lazába vittük, mármint hogy tényleg nagyon sikeres volt a történet. Csinálunk is innen egy, leszedjük ezeket, és majd itt ladányba csinálunk egy felvételt. Mindjárt meggyorsítom majd az időt, srácok. Egyébként sokan kérdeztétek az irányítás, stb. Tényleg olyan nehéz, nem olyan nagyon nehéz, de azért nem is egy egyszerű történet, szóval tényleg oda kell figyelni, na, de hát... Nyilván nem kell annyira oda figyelni, mint egy rendes mozdonyvezetésnél, de azért vannak dolgok, amik néha még nekem is nehézséget okoznak, hogy így mondjam. Picit begyorsítjuk az időt, mert... Idő előtt akart elindulni. Nézd már! Állj már meg! Elgurul a gép, basszus. És beírta, hogy nem időbe indultam, de időbe akarok elindulni. Én kivárom az időmet, na, hát ha jön még Csepcsák néni. Meg hogy dobál minket. Ez egy jó nagy állomás távolság, ugye itt Karcag és Ladán között semmi nincsen, mármint megállási pont. Itt szimplán van egy ilyen giga nagy állomás távolság. Ugye Ladányból kiágazik a Biharkeresztesi, meg a Szeghalmi vonal.
Őszinte leszek, egyet nem tudok, és most egy percre meg is fogom állítani a játékot, hogy hogy a viharban van a lámpának a lekapcsolása. Fék. Éberségi. Homokon a télék írt harang. Tükrök, fények. Tessék, fények. Fények. Az el, de hát az a belső fény, ezt tudom. Akkor nekünk nem fény kell. Shift plusz H. Szerintem most már nem kell ez nekünk. Nézzétek meg! Ilyen a tompitot, ilyen a hizet. De már nem kell, nem kell már, mert... Látjátok? Úgy. Nem kell, már kivilágosodott ahhoz annyira, hogy látunk mi már jól. És akkor ebben az etapban szerintem itt Karcagnál fogjuk befejezni a sztorit. Tényleg szépen, ahhoz képest, ahogy elkezdtük Záhonyból, nagyon szépen kivilágosodott. És nyilván lesz még világosabb is jócskán, amíg a keletig érünk. No, már csak 7 kilométer. Itt viszont egy kicsit szűknek érzem, tehát az időt. A menetrendi időt. Ugye papíron azt hiszem 10 óra 30-ra kéne megérkezni ennek Bécsbe. Hát most nem rajtam fog múlni, hogy az megérkezzen Bécsbe. Én igyekszem. Én igyekszem, de itt viszont, ahogy lazára volt véve Hajdúszoboszló meg Ladányig, itt viszont most még 5,7 km és jövünk, mint a messzes, tehát nincs is lassú jel, stb. És ad még 4 percet erre az 5 km-re, nem biztos, hogy meg lesz, nem biztos, nem biztos.
Menj már ki, őzgenyó! Nem sok van már, de szerintem lehet, hogy ha profi lennék már a játékba, be tudnám lőni pont 8-ra, de szerintem 8-ra nem fogom tudni belőni. De megpróbálom. Na figyeljetek, ezt patentba belőttem. Tök büszke vagyok magamra. Srácok, van másfél percünk. Innen fogjuk folytatni. Jó, srácok? Nagyon patikába toltuk ezt a történetet, tényleg. Innen folytatjuk egy következő videóban. Nyomjatok egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel. Tartsatok velem legközelebbi. Sziasztok! Ja. Szerintem minden promóciós dolgot elmondtam, amit el kellett. Innen folytatjuk majd, és megyünk el. Én azt mondom, Szolnokig.